Dúró Dórának, a Mi Hazánk képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Idén januárban olyan dolog történt, amire évtizedek óta nem volt példa. 20%-kal csökkent a születésszám az előző év azonos időszakához képest, és ami még ennél is aggasztóbb, hogy a termékenység is visszaesett, amire 2011 óta nem volt példa. Tóth G. Csaba, a KRTK Közgazdaságtudományi Intézet kutatója felhívja a figyelmet arra, hogy erre a drasztikus visszaesésre éppen 9 hónappal azt követően kerül sor, hogy a Covid-oltások tömegessé váltak Magyarországon. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, amely ellenezte a kötelezővé tételét ezeknek az oltásoknak, és most is egyedüli pártként képviseljük az őszinte szembenézés politikáját, holott az állam feladata lenne kivizsgálni azt, hogy ez a brutális visszaesés összefüggésben áll-e ezzel a tényezővel. De nem csak rövid távú problémák vannak a gyermekvállalás tekintetében, hanem olyan hosszú távon megoldásra váró feladatok is, amelyekre a kormánynak kéne megoldást találnia. Például arra, hogy az anya életkora rendkívüli mértékben kitolódott az első gyermek vállalásakor, 25 év alatt 5 évvel tolódott ki, tehát majdnem 30 éves egy magyar nő, amikor az első gyermekét világra hozza. Ekkor már sokkal nehezebben történik meg a fogantatás, nagyobb a vetélésnek a kockázata, a meddőség, mint gyakorlatilag népegészségügyi probléma is ezzel összefüggésbe hozható, és kisebb az esélye, hogy egészséges gyermekek jönnek világra. De a fekete leves még csak a következő évtizedekben fog következni, hiszen jelen pillanatban a 45 éves nők száma Magyarországon nagyságrendileg 90 ezer, a 24 éves nőké pedig már csak 50 ezer, tehát 20 év alatt nagyságrendileg a felére csökken a szülőképes korú gyermekeknek, vagy a szülőképes korú nőknek a száma, nekik kéne tehát ugyanannyi gyermeket világra hozni, hogy egyáltalán fenntartsuk a jelenlegi állapotot. Azt mondhatjuk tehát, hogy ma Magyarországon minden szülőképes korú nőnek 4 gyermeket kellene vállalnia ahhoz, hogy a magyarság lélekszámát 10 millió környékén tarthassuk meg. További problémát jelent, hogy az első otthon megszerzése rendkívül nagy nehézségeket jelent a 25-34 éves korosztálynak. Európai Uniós összehasonlításban is rendkívül magas, 41% azoknak az aránya, akik ebben az életkorukban is még a szüleikkel élnek. Az Európai Uniós átlag csak 28%, ezért is javasolja a Mi Hazánk mozgalom egy állami bérlakásépítési program elindítását, hogy el tudják egyáltalán hagyni a szülői házat, és elkezdhessék a saját életüket. A családosok a munkaerőpiacon is rendkívül nagy hátrányban vannak, és nem igaz az, hogy itt bármiféle gender probléma lenne, nem a nőknek van ugyanis bérhátránya Magyarországon, hanem az anyáknak van bérhátránya, és ez egy egész más probléma, és ezt egész másképpen is kellene megoldani. De hogyha a munkanapok számát tekintjük, akkor például a 2022-es évben 254 munkanap van, és csak 181 tanítási nap. Tehát, hogyha egy családban egy gyermek egyáltalán egy napig sem beteg egy egész évben, akkor is a szülőknek 73 munkanapot kell úgy megoldaniuk, hogy a gyermekük felügyeletéről is gondoskodnak, és a táboroztatás ára is az egekbe szökött a tavalyi árakhoz képest is. Ezért is javasolja Mi Hazánk mozgalom a gyermekmozgalomnak a létrehozását, illetve azt, hogy az állam vállaljon sokkal nagyobb szerepet a nyári időszakban is a gyermek felügyelet megoldásában. És hogy még inkább alátámasszam azt az állítást, hogy az anyáknak van bérhátránya, ez sajnos a későbbiekben a nyugdíjak esetében is megmutatkozik, ugyanis a 3 gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb kezdő nyugdíjra számíthatnak Magyarországon, mint a gyermektelen társaik, tehát Magyarországon mind a munkaerőpiac, mind a nyugdíjrendszer bünteti azt, hogyha valaki nagy családot vállal.
Ezért javasoljuk a szülőtámogatási életjáradék bevezetését, amellyel kompenzálni tudnánk legalább a nyugdíjas korukban a gyermeket vállalt nőket, az édesanyákat, azért a bérhátrányért, amit a munkaerőpiacon el kell, hogy szenvedjenek. Tisztelt képviselőtársaim, a gyermek áldás és a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogyha a szülővé válás örömét minél több honfitársunk megtapasztalhatná. Köszönöm a figyelmet. Válaszolásra vitál, és ezt a rámutkára szönnek adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Egyetértek abban képviselőasszonnyal, hogy a magyar családokról nem lehet a falak között eleget beszélni. Egyetértek abban is önnel, hogy minden egyes forint, amit a családok részére adunk, a jövőbe fektetett, többszörösen megtérülő befektetés. Egyetértek abban is, hogy minden gyermek áldás. Éppen ezért a magyar családpolitikát 2010-ben teljesen új alapokra helyeztük. Nekünk valóban a magyar családok lettek az elsők. A munkát azonban nagyon mélyről kellett kezdeni. A balliberális, a családokat büntető rendszer következményeként a mélypontot a 2011-es drámai termékenységi arányszám jelentette. Az akkori sokból hosszú út vezetett el oda, hogy ma egyharmadával magasabb ugyanez a szám, de az is biztos, hogy még rengeteg tennivalunk van a témában, hogy valóban minden vágyott gyermek megszülethessen. Az is tény, hogy a terhesség megszakítások száma 45%-kal csökkent 2010 óta, és az is, hogy 2010-ben 5 tervezett gyermekből 3 született meg, ez a szám ma már 4-re ugrott. A családbarát fordulat első évében visszaállítottuk a gyes időtartamát 3 évre, családbarát adórendszert vezettünk be, olyan komplex bölcsödefejlesztésbe kezdtünk, amely azt eredményezte, hogy már közel 3-szor annyi településen érhető el bölcsöde, mint korábban, és idén 70 ezer férőhely várja a legkisebbeket. Ezen felül a magyar családok terheit azzal is könnyítettük, hogy ingyenesek lettek a tankönyvek, és hogy nyáron az Erzsébet tábor rendszerén keresztül állami forrásból tölthetik a pihenést a fiatalok, akár a Balatonparton is. 2023 a családok költségvetése lesz, 3225 milliárd forint a magyar családok támogatására, amit a költségvetési tervezet tartalmaz. Ez közel 450 milliárd forinttal magasabb, mint a 2022-es költségvetésben szereplő tételek, és 3,5-szerese annak az összegnek, amit 2010-ben a balliberális kormányok költöttek. Tisztelt képviselőasszony, amint azt látja, ez csak néhány olyan intézkedés, amivel megmutattuk, hogy nem félünk attól, hogy a családpolitikában nehéz út áll előttünk, mert legyen az bármennyire is rögös és hosszú, a magyar családokkal a hátunk mögött mi minden falon átmegyünk. Azonban nem mindenki gondolkodik így e ház falai között. Ha most egy pillanatra elengedjük a fantáziánkat és belegondolunk abba, hogy az ön kérdésére mit válaszolna egy balliberális válaszadó helyemben, valami olyasmit hallanánk, hogy általános tendencia a föld gazdaságilag legfejlettebb civilizált térségeiben a termékenységi ráta évtizedek óta a reprodukciós szint alatt van, főként a nagyobb fokú jólétre való törekvés és az individualista gondolkodás folytán, ezért nincs mit tenni, el kell fogadni, és segíteni kell azt, hogy azon országok esetében, ahol ez a szám magas, de nem képesek állampolgáraikat eltartani, az útnak induló migránsaikat egytől egyik fogadjuk be. Mi köszönjük szépen, ebből nem kérünk, nem hisszük, hogy csak a bevándorlással lehet megállapítani, vagy megállítani a népességfogyást. Mi a magyar családokban hiszünk, és abban, hogy a beléjük helyezett bizalom mindig megtérül. Éppen ezért a kormányzásunk fő feladatának tekintjük, hogy a magyar családok anyagilag, lelkileg és olyan és fizikailag olyan biztonságban éljenek, amellyel tető van a fejük fölött, a vágyott gyermekek megszülethetnek, a fiatalok itthon boldogulhatnak, az idős szülők, nagyszüleik pedig békés, nyugodt időskort élhetnek meg. A munkánknak korán sincs vége, mert Magyarország és egyúttal Európa jövője múlik azon, hogy hogyan védjük, illetve támogatjuk a családokat. Ennek érdekében a jövőben is folytatni fogjuk azon politikánkat, amelynek célja egy olyan stabil, komplex, célzott és rugalmas családtámogatási rendszer,
amely védi a családokat, ugyanis hosszú távú célunk, hogy a gyermeket vállaló családok anyagilag még jobban is járjanak ahhoz képest, mintha nem vállaltak volna gyermeket. Mi tehát ezen az úton járva szeretnénk elősegíteni a magyar családok erősödését, bővülését és a vágyott gyermekek megszületését. Köszönöm, hogy meghallgattak.